Évről évre egyre hatékonyabb a miskolci törvényszék működése. Az ügyek folyamatosan csökkennek, a bíróság egyre nyitottabb. Tavaly például 39 iskola vett részt programjaikon. A digitalizáció terén is fejlődött a törvényszék, beindultak a távmeghallgatások, és a bírók több ügyet intéznek online. Nyitott bíróság, modern bírósági eljárások és gyorsabb ítélkezés. Ezek jellemzik leginkább a miskolci törvényszék elmúlt évét. A távmeghallgatás segítségével például egy holland tanút is meghallgattak. A digitális jelenlét sok időt és pénzt spórol. A bírósági munka több szempontból is hatékonyabbá vált. Ez az ítélkezési tevékenység a miskolci törvényszék részéről rendkívül magas színvonalú. Ez vonatkozik az időszerűségre, vonatkozik a szakmai munkára, a helybenhagyások és az egyetértés, a másodfokú egyetértésnek a magas arányára. 2018-ban több mint 85 ezer ügy érkezett a miskolci törvényszékhez. Ez az országos ügyek csak nem 7%-a. A magas színvonalú szakmai munka mellett az idő a másik legfontosabb tényező a törvényszéken, Répási Árpád szerint. A két éven túl folyamatban lévő ügyek száma 43-mal csökkent az elmúlt évben. Azért nem csak a régi ügyekre, hanem az új ügyekre is kell, hogy fókuszálják a bírósági figyelmet. Járásbírósági szinten több mint 96%-a az ügyeknek első fokon befejeződik. Másodfokon pedig gyakorlatilag valamennyi ügyet mindig befejezünk egy éven belül. Az Országos Bírósági Hivatal elnöke szerint a magyar egy igazságkereső nemzet. Handó Tünde szerint ez óriási felelősséget is jelent. A magyar bírósági szervezet Európa élvonalában van, ami a miskolci munkának is köszönhető. Kiemelkedő szerepe van a miskolci törvényszéknek magának, amely a vidéki bíróságok közül a legnagyobb bíróságnak számít. Nagyon fontos ezért az egész ország szempontjából, hogy itt mi és hogyan történik, meghatározó jelentősége van. A miskolci törvényszék még magasabb szintre lépett 2018-ban a bírói önigazgatás gyakorlásában és annak tökéletesítésében is. Emellett a törvényszék népszerűsítette a peren kívüli vitarendezést és a bírósági közvetítést is. A miskolci törvényszék az ország egyik legnagyobb létszámban működő bírósága. 710-en látják el az alaptörvényi feladatokat, a megtartó erő pedig 100%-os.